Újra ülésezett a Tolna megyei közgyűlés, ahol döntöttek arról, hogy a megye népszerűsítésére nagyobb hangsúlyt fektetnek az új ciklusban. Ezért is fogadták el a marketing stratégiát. Ez a jövőben a Tolna 109 koncepción alapul majd, ami a közösségek egységének megteremtését tűzte ki fő céljául. Az elkövetkező fejlesztési ciklusban már együtt szeretnénk tervezni, tehát nem mi szeretnénk megmondani a megye részéről, hogy a településeknek mi fontos, hanem hadd mondják el ők nekünk. Elsősorban meghallgatjuk őket, elbeszélgetünk a településvezetőkkel, és majd úgy alakítjuk a terveinket is, a támogatásokat, hogy az minden egyes településnek megfeleljen. A grémium döntött az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról is, amire az önként vállalt feladatok bővülése miatt is szükség volt. Ennek megfelelően a megyei önkormányzat többek között vállalja a közösségfejlesztési, illetve értéktári tevékenységet, valamint a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítését. A közgyűlés tagjai egy beszámolót hallgathattak meg a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt alakulásáról, amire 1,2 milliárd forintot nyertek a településfejlesztési operatív programból. Március 31-éig összesen 821 főt vontak be a projektbe a munkanélküliek közül. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, folytatni kívánják a programot. Hiszen ennek egy része még zajlik, másik része még újabb bevonásokat kíván, tehát jelen állás szerint még várjuk azt, hogy találunk olyan embereket, akit be tudunk ebbe a történetbe vonni, el fogjuk tudni költeni ezt a pénzt. A közgyűlés tagjai támogatták a felsőnánai templom harang helyrehozását. Ehhez 100 ezer forinttal járulnak hozzá. A Vármegyeházán összegyűlt képviselők odaítélték az idei megyei kitüntető díjakat is, utóbbit zárt ülés keretében. Az elismerések és minősítések a medinai Vára megye Tolna megyei értékek napján kerülnek nyilvánosságra július 1-én.